Föl is vagyunk már fegyverezve? Igen. Csak egy ilyen alapfegyver, hogyha valaki mást akar, akkor én ugye azt hiszem, hogy GBO 12 van, talán nem is tudom, mi van föltéve. Én GBO 10-et raktam föl, mert először épületeket kell bombázni. Én viszek 4 GBO 10-et. 6 épület van, amit el kell pusztítani. Tehát nyugodtan lehet, hogy hát, ha hiba van. Copy. Refueling complete. Képzeljétek el, hogy Zoránnal repülgettünk még hétvégén, és akár hányszor elindítottam a F-16-ot, mindig elakadt az INS, vagy a alignment. Mindig. Igen, kikapcsolt, bekapcsoltam, tehát végigcsinálta. Illetve most is így van. És nála. Van már benne ilyenes? Rendes alignment van? Igen, igen, számolja, de aztán elakad. És azt csinálom, hogy a ilyenes kapcsolat off, aztán norm, utána újra kezdi, és végigcsinálja utána. Így bagosul. Most nekem most is ezt csinálja. Akkor hárommal kezdünk, ugye Ricsi? Uh-huh. Jó, akkor én mindjárt kész vagyok. Én is mindjárt jövök. Pár másodperc és megyek. Meg vagyok. Hát akkor én ready to taxi. Izét kapcsoltál? Data linket? Kapcsoltam. Elméletileg látlak is, azt hiszem talán. Oké. Okay. Legalábbis valamit ott látok. Ezt te jöjjön most, te vagy unknown, FA-18, ezt te vagy. Uh-huh. Oké. Okay. Az unknown az meg a Zimit mellettem szerintem. Jó. Szerintem. Nekünk nem kell datalinket kapcsolni az Olival, mert nekünk van hake, ha nem. Ja, ti cessznáztok. Ja. Hát, nem mondhatok a fő nyíró. Na Gabi, akkor mehetünk. Jó. Mondják, három. Noli az Evex-nek a izé a frekvenciája 254 MHz. Pontiak, 2 rolling. Ezt már szeretem hallani. Alapvetően én is eddig. Miért a recess switch-em nem működik? Szomorú. Dodge 1-1 ready. Akkor én meg a Dodge 1-2?
Dodge 2, igen, amúgy mi ráérünk, mert előrengedjük a pitbullokat. Hagyjussék ki azért a... Mehetünk, Ricsi. A kubokat. Persze elég érőnek mindig a könnyebbik vége marad. Természetesen, figyelj, mi füvet nyírunk, mert csak füvet nyírni megyünk. Mindig a navi. Kivágjátok ki a fákat. Mindig a navi intézi a nehezét. Helyes. Jól teszi. De majd amikor ezen is lesz szíd meg minden, akkor dumálhatsz te itt összevisz. Eleve több, már most több bombát tudok elvinni, vagy több memriket tudok majd elvinni. Én meg le tudok szállni hajóra. Ez igaz. De én is tudok szállni hajóra. Csak fel nem. Csak föl nem. Aj, de jól néztek ki, hogy hogy mentek ott fölfele. De mi arra mentek egyébként, csak úgy megkérdezem. Hát mert erre van közelebb a pálya, és így... Igen? Mert az uralkodó szélirány, meg az ATC, meg a backdrive, meg minden erre van. Meg ez a sok zöldség, amit összehordasz. Igen. Tök jó, hogy látlant az a linken titeket is. Ugye, milyen király? Egyébként szerintem le van szimulálva, hogy ki hány kiló, mert Ricsibe az meg az mindig hagy engem. Ugyanazzal a loadouttal is, én nem értem. Biztos. Ricsi könnyebb, mint te. Igen, azért meg, mondom. Én már közben végzem az űrhajós képzést. Meg a Ricsi előbb ott kakilni. Ja, ez a titok. Tudod, a pilótnak minden számít, baszki. Na Ricsikém, vegyél vissza, mert kifagy a tankba ezen. Na, hogy fagy ki? Mondom, ne szóra. Ez nem F-16-os, van kakó. Dodge 1-1 taxi. Most meg neki állt szórni a chemtrailt. Dodge 2-1 ready taxi. Nem sajnálod, de ezért a radar pedált. Hú, Zoli, ebből semmit nem értettem. Hogy nem sajnálod a radar pedált. Ja. Elég kőkönnyen oda basztál neki. Igen, mert tudom miért, mert elindultam, és az utolsó pillanatban, amikor kanyarodni kellett volna, már akkor jöttem rá, hogy nem kapcsoltam a nose wheel steering-et. De azért Eddie, tudod. Na, fencing going dark. Igen, szintén, de vegyél már vissza, bazd meg. Bazd meg 340-nel megyek. Én meg 357-tel, nyilgázon, burnerrel. Nem érünk tovább. Nem érem utal, nem. Az övé fel van polírozva, vagy nem. Becsuktad a féket. Flaps felhozva. Flaps autó, futómű ben, húg ben, nem tudom, nincs több ötletem, bazd meg. Hány izét tettél fel, cocát? Négyet? Nem, kettőt. Ja, te kettőt, na én meg négyet, akkor itt a... Hát, látod, kell neked flancolni. Hát, bazd meg. Gondoltam, hagyom. Nincs most fóliáztatta a gévét, láttam. Gondoltam, hagyok egy-két morzsát a marin, vagy a army fiúknak. Jó. Jobbodra érkezek széles kötelékbe. Oké. Okay. Zoli, megvan, hogy mit kell bombázni? Megkerested a briefing képet? Azért majd szerintem forduljunk rá a célra is, nem? Jó. Hát itt nagyjából a briefing ami a kettes waypoint. Jó lett volna, mert azt kell bombázni, ami megyünk. Tehát van két kontroll épület, meg négy darab ilyen gyárkéményes. Amúgy igen, tehát négy darab gyárkéményes épület van a gyáron. És kettő darab ilyen lapos, ilyen négyzet alapú épület. Az meg a két kontroller, két vezérlő épület. Azt kell legyűrnünk. Waypointom van. Oké. Ja, egy megvan. Kapás van. Ugye waypointon van. Egy... hogy is van gyerekek? Kettes waypoint? Megint elfelejtettem megnézni, bazdmeg. Kettes waypoint azt hiszem az a... Igen. Egyes Gabi. Waypoint a Maikop reptér, a backup reptér, kettes pedig az azért. Gabi, bal az enyém, jó? Bal az enyém. Jó, enyém a jobb, meg a jobb. Jobbra áthandoffoltam. Szólj, hogyha indítsunk. Vagy ráérünk szerintem. Gyárszimmetrikus, mi is azt csináljuk, jó, hogy téged a bal oldal, enyém a jobb oldal a gyárnak, jó?
Figyelj, okay. Szerintem én föltolom. Jó, toljuk. Szóljatok a mehetünk, srácok. És 29-ről fogom lőni. Jó. Na mindjárt benn vagyunk a lounge zone-ba, csak úgy mondom. Nem baj. Szeretjük a kihívást. Jó, harci kötelékben szépen benn vagyunk, hand off-ba átadtam. Csak nagyon nagyobb szögben elmed, mert kimegy a hand display-ba. Jó, meg vagyok. Level out, egy kis kakaó. Na, akkor szerintem küldjük. Magnum. Magnum. És akkor a középsőre is eltolok egyet. Magnum. Nekem is az kéne. Középső hátsóra a Magnum. Kifordulok balra. Szintén megyek balra. Whiplash, pointer, task and available. Your target is ground units. Continue. Jó, egyenesítek. Na, közben én elkezdem TGP-n keresni a célt pontokat. Az oda kéne fordulni, nem? Na, hát így is meg lehet találni, nem? Na, biztos. Én látom szabad szemmel is. Elég baszott nagy gyár lett. Igen? Ja. Pontosan a 2 és 3 óránkban van. Pontosan, én látom is a izéteket a... A rakéta nézetből látom majd én a két trail. Magunkra vonjuk a figyelmüket. Szerintem eléggé figyelemfelkeltőek voltunk. Remélem most működnek azok a kurva hármuk. Mindjárt kiderül, nem? Ja. Szépen célt ad. Aja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 j
Nem basszál ki velem. Viszont eltaláltátok a izét. Az egyik indítót, és füstöl ég, minden baj lesz annak, az jó lesz. Nem baj ez. Na jó, akkor befordulunk, és akkor ugye is, jó? Ja, fordulok is. Én is. Mikor összetel elindulunk, jó? Egészen nyugodtan. Mehetünk, Zoli? Mehetünk. Na, akkor 3-2-1. Mi? 140 fokra van tőlünk a gyár. Proteit. Gyerzát. Sugárzás nincs. Az jó jel. Elválkedjük szerintem. Kap, de van. De van. Engem szeretnek amúgy. Ez olyan, te tényleg füvet nyírsz? Hát majd megyek fel, csak ez nem van. Már fönn vagyok 12 ezer. És mennyi a sebi? Sebességem 453. Indított, Ricsi. Jó. Rád megy. Biztos? Igen. És utolér vajon? Mindjárt kiderül. Csak gyorsan tud emelkedni ez az.
Jószág. Én is kifordultam. Milyen gázon megyek elfelé, majdnem egy machal, hát csak nem ér utolbázni. Hú, de tele a faszom. Na. Egyből a kettesre megyünk? Igen, igen. A kettes a maga célterület, tehát a gyár. Az egyes vétony Majkop, az a backup reptil, ahol le tudunk szállni Riálmon. Jason-val intézem, jó? Oké. Okay. Megfogtad? Aha. Király. Legalábbis valahol ott kell lennie neki. És persze pont eltakarja egy fa, hallod? El nem hiszem. Indított rád, indított rád! Jó, oké. Okay. Megint? Milyen érdekes, hogy most nem is látom az indításokat. Te láttál indítást, Zoli? Negatív. Kuka. Na mi a helyzet, srácok? Intézzük, semmi pánik. Oké. Okay. No para. Itt vagyunk a Krasnodar tó fölött. Pigs out. Kicsit enyhén túlzás, hogy enyhén kifejezés, hogy tó. Pigs out. Pigs ja, out. Ezt még nem fixelták be az meg, hogy a waypointot is rángatom, hogyha a TGP-t mozgatom. Jó, még nem. Jimmy, mennyire van közel a gyárhoz? Elég közel. Hát mondjuk 3 gyárnyi valódét. Pigs out. Én kész vagyok. Mire tárazták ki? A két indítóra, meg a két kontrollépületre. Oké, én is találtam egy indítót. Nem, ez egy radar. Jó. Akkor mindjárt megszeretem. Aztán el kéne mennünk rearmolni, mert mindjárt jön a... De jó, a szítem nincs ármolva. Na jó, most már van. Jobb később, mint katapultáláskor. Hogy de utálom ezt a TGP-t, bazd meg. Valamiket lekentem. Jó, amit én fogtam, azt még nem bántottad, úgyhogy akkor mindjárt megyek szeretni. Talán úgy nézem, hogy... Megint az egyik Jace-hoz elment a levesbe, nem tudom miért csinálja ezt én velem néha. Valószínűleg túl közelről indítottam. Egy kontrollépület még megvan. De az hagyján, de én még nem vagyok én range-be. Dodge, 2-1, this is Pointer. Your laser is 1-6-8. Azért jó, hogy ezt most mondja, mert hogy már levegőben vagyunk. Hát a G-tek abból is levegőben mondja meg, hogy mi a izéd, nem? Hát de most szólt, hogy támadhatsz. Most mondta, hogy mi a lézerkódot, állíts be, azt kész. A bombák fő van a programozva. Lehet már állítani a lézerkódot a levegőben? A lézerkódot lehet állt a levegőbe a TGP lézerkódját, csak a bombáit, nem? A bombákat beállítottam én előre, ugye? És ezért mondja neked meg a JTEC, hogy mit használj. Hmm.
jó, ez mondjuk nyilván nem így van, mert nyilván a földön megmondják neked, csak így kicsit úgy profibb lett. Vagy ilyen kis feelinget. Annak nem merülök. Akkor inkább lehet, hogy mi dobáljuk el a izé bombákat? Itt most hirtelen gyorsan aztán. Nem, szerintem okosan. Jó, most volt take-off, tehát ők most már felszálltak Szocsiról. Ricsi, eljössz velem? Mindjárt. Nem most bombázni? Pigs out, utolsó. Persze, jövök veled, Gabi. Csak annyi, hogy R2R-ben nekem nem sok hasznomot veszed. Miért? Hát már nem vagyok túl ügyes. Én se. Most nekem csak annyi problémám van, hogy kurvára elvesztettem a célt, mert hogy arrébb vitte a kurva izét a waypointot. Hogy is mondjam, tehát Maikoptól északra van, egy kicsit észak-kelet irányba. De elvileg füstöt kéne látnom, de mindjárt bombázok egyet, azt meglátod. Az én csésom azt eltalálta az indítót, úgyhogy elvileg jöhettek, nincs több. Oké, mindjárt nyomok egy, és akkor lesz füst. Visual targetekre. Ott vannak a bogik, látom a ezen, datalinken. Mi az irány? 160, igen, 188. Nem is látom. Magic 220 cén van, úgyhogy ennyit. Nekem is. Nekem is. Nálam van 4. Hát azzal ki vagyunk segítve? Ki? Mert ha kell eldobok a bombákat, azt megyek segíteni. Tehát kell elszólom Jetin Zonnal, de nem probléma az a fejtő. Hol állítom be azt, hogy izé trackwise kell legyen? Az RVS mellett megnyomod egy... TVS jobbra hosszan. Vagy a TMS jobbra hosszan. Ez nem F16-tal vagyunk, 18-tal. Jaj, bocsánat, elnézést. Megnyomod a... Vases, vagy a BDI-ra. Megvan, megvan. Kösz. Beállj őket neked, jó? Uh-huh. Az első kettővel foglalkozok. Jó. De miért lokkolja nekem őket, mikor nem is? Én azt nem tudhatom. Gyerekek. Mi szerintem kelleni fogtok. Okay. Akkor az első kettő a tiéd? Aha. Rendben. Akkor én majd megyek a hátsó kettőre. Jó. Dodge 1-1 Jetingon. Az FX-nek nem tudok szólni, hogy fogja be a pofáját? Tekerd el. Nem tudom, hogy tudsz-e. Elvileg a declare-rel. Az nem. Az nem az, az hogyha lelokkoltál valamit, akkor megkérdezett tőle, hogy friendly vagy nem. Így van. Kell. Nem az meg. 40-ről rámér a buzi. Harminc mérföldről erősen közepes lounge zomba vannak egyébként, érdekes. Az miért érdekes, mitől érdekes, hogy mi a baj? Mert régen itt kezdődött egyet a lounge zónja az 120-nak. Úsz mérföld, Fox 3. Fox 3. Ebből mi lesz, azt nem tudom, de majd mindjárt kiderül. Milyen magasan vannak? Jó magasan? Fox 3.
magasan nagyon. Ja, 29-re látom. Fox 3. És... mint bár pitbullba vannak ezek. Be is szartak a fiúk. Elméletileg. Ki mörzsölt úgy egyébként? Nem tudom. Te, Ricsi, te mörzsbe vagy. Ezt te vagy itt? Nem. Nem, nem, az egy MIG. Oké, okay, megvan. Te vagy hátul, vagy te vagy elől? Ez vagyok én. Te dobtad a flert? Igen. Oké. Okay. Akkor rajta vagyok én. Mi ez? Nine-nal. Indítod. Fox 2. Dobjál valamit, Ricsi. Ó, bazd meg. Érkezem. Ó, bazd meg. Lőhetek? Mire? Migre. Arra nyugodtan. Egy leesett, várjál, leesett. Nem kilőttek. Ez a Ricsi volt, aki leesett. Ja, de jó. Egyet én kergetek, mint egy ökör. Most de a dekre. Most nem látok. Indított valakire. Az megérem. Azt a rohadt. Gázos gyerekek. Ez hogy a faszomba? Lelőttük egymást jól egyébként. Jó. Na, legalább megvan. Most komoly. Igen, lelőttetek egymást ott. És ennyi volt. Többiek elhullott. Hát ezek szerint elhullottak a többiek. Hát ti lőttetek le valamit? Én range-be sem vagyok. Én most érkeztem meg, de akkor fordulok vissza bombázni. Viszont nekem szállom a Y-kopon. Miért nem tudsz nekem adni egy rohadt koordinátát valahogy? Én lőttem le, még 29-est, te is lőttél le, Gabi. Ja, nem úgy értem, de nem tudom bevinni a koordinátát, tehát... Ja, az lehet. Gabi, én kettőt lelőttem, meg szerintem te is. Zoli, elvileg most füstül a gyár, mert az egyik kontroll épületet elbombáztam. Ricsi, amondom. De a más nem adhatok segíteni, hogy Majkopot szerintem megtalálod. Az meg. Sőt, Zoli. Csalok térképre. Zoli. Szerintem megvan. Csalhasz térképről is, de azt is lehet csinálni, hogy visszateszed nav módba, és akkor rendesen mutatja azért a waypointot. Tehát kérdezed le a módon, és mutatja rendesen, hol a waypoint. Oda repülsz, és akkor már látni fogod. Most eszembe. Hogy én is ezzel szívszem, ugye? Elbaszta, odarakta a NAV-módba is. Igen? Mhm, ja. Pedig ilyen módkor jól csinálta. Én már 83-asokat hozok az épületek ellen. Én is. Gondoljatok majd a izére üldözésre is. Arra meghozok rakétákat. Én meg tökig rakom magam MK-82 sznipnél. A cuccot. Mennyi bombázzal és milyen Zoli? 6 már GBU 12. Pedig ez az épületre? Szerintem igen. Hát tüti, jó. Itt vagyok fölötte, bazd meg. Indítok. Téged is lelőttek, Gabi? Le persze. Egymást lelőttük a MIG-gel, de nem tudom, hogy bazd meg, előttem ment alacsonyan lent, menekült előlem, és egyszer csak egy pillanat alatt megfordult, és jött rám már a rakéta, ami azt hittem, hogy másra megy. Aztán egyszer csak láttam, hogy felém jön. Arra meg már ment a lány. Nem maradt, hogy kibulok, kigírták egymást, a harci kutyák. Devil Dogs, mi? Ja. Nem mertük rátok bízni, látod? Még hol tudom? Fűnyírók, Rami? Na, de örülök, kettő miget leszettem. Jó voltál, jó voltál. Akkor ezek szerint a másik kettőt én. Igen. Fucking hero vagyok, basz meg.
Megmentettük a package-et, hogy odaérjen, baszki. Mindig a Marine szopja meg. Ez az. A Navy. Az de jó, hallod. TGP-n nem láttam az épületeket. Az régi TGP-s bug. Hogy nem látod a static objectumokat. Objectumokat. Jó, hát akkor... bug volt a izéd, ezt tudom, sose volt ilyen probléma. De volt. 18-an volt, igen. Meg 16-os. Ja tényleg, igazatok van, még én szenvedtem el, igen, még én is írgattam be a izé fórumba, hogy baszodjon meg a baszott izé Eddie, nem látom. De nekem baszoltam, mióta egyszer kijavították, azóta nincs. Nem volt ilyen problémám, hála Isten. Az meg, hogy megyek vissza az izébe, weapon page-be. Milyen page-be? Fegyver, weapon. Nem, az SMS-re nem azt választja ki, hogy az SMS page az más. Az a store management. Igen. Ja, meg kéne nyomni az inf gombot, hülye gyerek. Ja, ne az inventory-t mutasson. Azt mondja, hogy release, 6 darab. Enter. Ricsi, én azt hiszem kész vagyok. Mindjárt jövök én is. Lehet, ha gondolod mennyi? Ne, megvárlak. Mindjárt megyek. Mi vagyunk mi, Dodge? Dodge. Akkor Dodge 2-1 in from the south. Ja. Copy that. Elvileg meg vagyunk. Gabikám, rolling. Pillanat. Oké. Uzi, 3 rolling. Altitude. Pickle? No. Hát, on to the sky. Hát én nem láttam azért a bombát. Már ég. Hagytok még valamit? Hát a 6 darab GBU-12 azt mondta, hogy puk-puk-puk, és így füstöl. De semmi más nem csinál. Jó, mindjárt hozzunk rendes bombákat. Egy GBU-10-et vittem, mert azzal eltrafáltam az egyik kontroll épület, azt tudom. Utána hajtottam el, amikor Gabi kétségbe esetem szólt rádión, hogy gáz van. Vadkutyák. Ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Töröltétek a szalagot. Én nem azt mondtam, hogy gáz van, én azt mondtam, hogy figyeljetek magatokra. Néznek. Nem, azt mondtad, hogy azért, hogy kellenétek ezt mondani, meg azért értem. Lehet, hogy kellenétek. Gabi. Szerintem. Azért, hogy én kementem, az a biztos. Szerintem hipoxiás lett. Nem kapcsoltam. Én kapcsoltam, csak tönkre ment a zabox ebbe a szarba, mint mindig. Jó, figyelj, Mike-opon vagytok? Nem. Mi nem. Én most meg Mike-opra. Oké. Akkor jövök be melléd. Kapi, kapi. Na most megkérhetlek, Ricsi, nem mennél végig Afterburnerrel. Jó. Bár most hoztam tököt, de... Úgy megyünk, mint az F-16-osok vitorlázba. Na, most én megyek előre, és te jössz utána, hogy kibasszak veled, jó? Jó. Mindig én vagyok a lassú jármű, úgyis. Oké.
Akkor go. Imádom az Afterburner hangját, nagyon jól meg van benne csinálva. És hagyjad Zoli. Imádom ezt a gépet. Nagyon gyors vagyok. Látom. Merre vagy, mert én nem látlak. Előtted vagyok, tehát nyugodt lejöhet szemből is, csak akkor jobbra tartsunk a pályán, és akkor nem ütközünk össze. Visszavettem mi a power-re. Oké. Okay. Vagyok balra, kicsit feletted. Biztos, nem látlak, de jó. 10 fokos emelkedés lesz. Oké. Okay. Ó, látlak, jó. Tükörbe meg vagy. Datalinket kapcsoltál, nem mi? Uh-huh. De. Akkor miért nem látlak a datalinkemen? Nem tudom. Ez very interesting. Bejöttem előtted, nem áll. Picit jobban emelem, jó? Jó. Mikor terepülsz előttem, mindig van erős a kisertés. Eleszkedtem. 150 valahány van. Trimmelve. Trimmelni? Készültem trimmelni, persze. Ez ugye F-16, úgy, mint minek? A Hornetet. A Hornetet is kell. Kényelmesebben jövök is. Hornetet se kell mindig egyébként, teljesen, csak hajó. Igen, csak hajó. Most sem szoktam. Hajóra, igen. De ezt körülbelül nem kell. Tehát ez trimmelés helyett inkább a joystickot használod ki, ez jó van. Én rászoktam húzni a streamet, nem szoktam úgy izé precízen kint, mert ráhúzok egy streamet, hogy emeljek az órát, és akkor leereszkedek. Amúgy amikor VR-esekkel repültem, ugye... VR-esekkel repültél? Amikor a VR-esekkel repültem a hangja hantékkal, akkor ők az izé reptére is úgy tettek, hogy kitrimmel, ugyanúgy. Hornettel. Mi történt, Ricsi? Megzavarta? Átjöttem a jobb oldaladra. Jó. Nem zavart meg. Bár mondjuk nem tudom, mi volt ez a manőver, amit csináltál. Semmi. Befordultam a célra. Sörétes kacsa. Ja. Fácán volt a hétvégén. Na. Most hogy hoztunk igazi bombát? Aztán törögül, Zori, mert lebombáznak mindent, aztán elindul a konvoj. Ja, most már nem kell üzenetek igyekeznetek, mert mindent hoztunk, úgyhogy megoldjuk innentől. Ja. Yeah. Going back. Megint a jogalatotok. Request refueling. Going back. Request rearming. Nem csak az arcunk, hogy a gépünk is. Két hajtómű. Apikám. Picit rábököm a burnert 24 ezerig, jó? Ja. Yeah. Mert nekem fönn ezek a rakétapadok rohadtul megfogják. Érzel már csúszok, David. Zoli, szerintem elég olyasmit fölöktem, amiben lehet a konvojt írtani én rakétát. Azt nem értem igazából, hogy ezekhez van ilyen arra dünn... hogy ezt még nem rakják ezen rá. Budget. Hát, jó van, de... Jó, elkezdem kiegyenesíteni, visszavettem Mill Power-re. Oké. Okay. Emléteg 5 perc és ott vagyunk. Nem. Itt vagyok, jobban van. Oké. Többnyire. Jó, innentől csak laza repülés, úgyhogy semmi gond. Fancy. Nekem már megvolt. Most töltöm össze a poharat, bazd meg. Ez kellemetlen. Refueling
Látom a objektumot ott magunk előtt, messzi. Igen. Aha. Megvan. Picit jobbra korrigálok. Majd numcsizok meg, hogy mit, ki mit lő. Gyár. Na, mi ez, kéményes szarokra menjünk. Melyik oldalamon vagy? Jobb. Akkor tiéd a jobb kettő, enyém a bal kettő, ennyi. Oké. Okay. 83-osokat hoztál? Uh-huh. Jó. Négyet. Szintén. És 6-82-est. Azt a kurva. Milyen szép a táj. Eltűntek a felhők nálam. Igen, én meg oltári nagy felhőbe repülök. Nálam nincs. Imádom ezt DC-ben. Fos, bazd meg. Állnak a felhők, mint az M0-as. Most ha olyan nyomok egy... Bocs, mondjad. Csak annyit, hogy én egyetlen egy felhőgumót látok itt tőlem balra. De aztán külön tisztul. Én semmi nulla, amióta lelőttek nem látok egy darab felhőt se. Ezt komolyan nem tudják megcsinálni benne ennyi év után se ezt. Ja. Ezt se. Ez sem, igen. Akkor én készem, hogy te hogy állsz? Vagy Zoli összetört a bort? Kicsit Zoli poharat tört össze. Visszavegyek? Nem kell. Direkt. De miért? Hát ne egymást verjük ott a bombákkal. Ja, jó, oké. Már egy picit? Leveszem a füles. És mindjárt melő. Ja, hát jó helyen van. Zoli? Most már mindegy. Itt vagyok mögötted. Oké. Okay. A cél meg már eltűnt nekem. Nekem is. Nem merem megnyomni a weapon designated, mert múltkor onnantól húztál a CCIP-t. Uh-huh. Nem is szabad. Vagy waypoint designated, na. Az oké, hogy nem szabad, csak így nem láttam, hogy mikor vagyok körülbelül jó helyen. Kicsit lebólintod, akkor megint látod, aztán visszahúzod. Bocsánat, csak ledobtam a földre véletlen egy pezsgős poharat, és összetört. Minek iszik, aki vezet? Ugye, ugye. Na Ricsi, kikapcsolom az autópilótát. Jó. Szerintem 10 mérföldre vagyunk, 8 szám, megkezdjük a zuhanást, jó? Jó. Látod a távolságot, te is? Igen. Némileg balra is mögötted vagyok. Akkor miért? Mindegy. Balra fogok fordulni, arra figyeljél, jó? Balra ledöntöm a gépet. Jobbra vagyok mögötted. Azért nem mindegy. Ja. Na, elkezdem fordítani 8-essel. Ó, még messze van bakker, jó? Van. Ez a... Sportos volt, megyek siklani. Mi történt? Semmi, egész sportos vagyok az Oli, most ő driftet egy picit. Yeah. Ready? Ricsi, majd még egy picit. Jó? Mindjárt fordulunk. Vagy te már mész lefele? Én már megyek lefele. Akkor jövök én is, jó. Siklópályán vagyok. Ennyi meg jobb oldal? Siklópályán. Hát ér a jobb oldal, igen. Oké. Okay. Nyugodtan húzd majd föl, Zoli, ilyen 10-15 fokos emelkedésbe utána, amikor fönn vagy. Erre bazd meg, ott füstöl minden. Mi maradt ott? Ó, egy gyár maradt. Ez szétcsesz. Meg egy kontrollépület. Akkor melyik kiég, Ricsi? Mindegy, dobjuk mindent. Jó. Ezt a kontrollépületet megcélzem, akkor tiéd a gyár. Kettes waypoint. Vagy ha elhúzom, pickle, pickle. Döntöd be jobbra, vagy balra, vagy mi ez? Balra, igen. Check. Check. Azt hiszem, hogy... Menekül a konvoj, ott a füst, látod Zoli? Tőled balra. A füst megvan, a konvoj hol van? A konvoj, ott oda indul a füst, hogy a gyárból menekülnek el. Hát akkor azt meg fogják szívni, mert hoztam két GBU-12-et, vagy 10-et. Jó.
Hát eltalad őket. Hajrá! Ugye rá, hogy elcsapást az a nyomokra. Mi baj? Most semmi. Csak kiszórtad, amit én akartam. Nem volt rajta neved. Hogy rá volt írva, hogy Kájé. Rá volt írva, hogy Kájé. Pikul, pikul. Yeah. Zoli Kájé. Nyomjátok, nyomjátok. Ne engedjétek el őket elmenekülni. És nem dobta el, mi a Azon. De azért nem matchboxokkal kell jönni komoly munkára. Majd én most lecsapok mindjárt. Érkezek kelet felől. Jövök én. Nagyon bánt, hogy lelövettük magunkat, Ricsi. Na, engedd el. Ezt le kell repülnünk még egyszer. Oké, okay. Miért nem dobja el a tízest? Tízest? Hogy nem dobja? Úgyhogy nem dobja el. Nem hát... lehet, nem lehet CCIP-ben dobni? CCIP-ben nem lehet, csak CCRP-ben. Az jó, akkor azt elvasztom, mert a CCRP most nem fog menni. Nincs TGP, mi? Igen. Illetve van, csak semmit nem látok, hogy hova dobom. Te füstöt csak megtalálod vele, Zoli. Igen. Beteszed TMS down-nal borsideba, oda viszed a iszére, ahol a füstöt látod, ott az úton, és akkor már letapad a TGP, ezt már tudsz TGP-zni után. Kódod 1682. Van még? Egyet eltaláltam, és 55%-on ég ott elől, hogy füstöl. Igen? Aha. Na, ugye dobom neki még egy... Ó, ezt már szeretem. 51 rakétám van még mindig, bazd meg. Ezt figyeld. Whiplash. Visibility of the burning vehicles. No further tasking available. Nice work. Altitude. Elintéztük őket. Na biztos, hogy nem, amíg van nálam, ami robban, bazd meg. Ah, biztos, így van. Én is nyomom neki. Épületeket nyomj. Ezért is el lehetett pusztítani faszán egyébként az outpostot. Hú. Veszélyes volt. Na, Zoli? Megtaláltad? Meg, de a TGP-n megint nem látom, hogy mi van ott. Sikerült a TGP-t borszájba nyomni? Persze, ez a nincs baj. A baj azzal van, hogy nem látok semmit se a TGP-n. Nem tudom, nem látom, hogy hol van. És a Hadon, amit mutat, nem ott van. Az érdekes. Tehát a Hadon, az egy kis kocka, az nem oda mutat, ahova a TGP néz. Ja, az érdekes. Akkor te valami bugba ütköztél, mert... Múltkor ugyanezt csináltam, ott nem volt vele gond. Na Ricsi, hazamegyünk. Én is elhúzigáltam a waypointot, tudod, aztán... Na, menjünk. Köszönj volt vissza. Melyik a hazai waypoint? A... Egyes, nem? A hármas, nem? Az egyes, az Majka. Hármas. Bocsánat. Hármas. Menjünk. Igen, és mivel nem oda néz, ezért nem dobja el. Hát akkor bebugold neked, Zoli. Tehát az a izé, mondom, hogy a TGP, ha borszájtalom, akkor nem előre megy, hanem visszamegy az izére, ugye a waypointra. Amit elhúztam.
Azt meg hogy? Nem tudom, hogy... Te borszáj van, akkor az orrod elé kell, hogy menjen, az kész. Hát tudom, hogy oda kéne, hogy menjen, de... Nem megy oda. Azért, illetve egy pillanatig, most egyébként majd megmutatom, meg föltöltöm ezt a videót, össze-vissza ugrál a TGP, miután nem a TGP, bocsánat, hanem a Waypoint, ugye gondolom, ahogy a TGP-t próbálja lekövetni, pontosan de így van. De Airtogram-ban vagy, CCRP-ban vagy, és úgy? Igen, pontosan. Ücsi, milyen magasan vagy? 7000 lábon? De az 400 lábon. Mennyin? 400. Most tovább nekem is nekem nem volt ilyen problémám. 400 lábon? Uh-huh. Most már csak 300. Mavericket játszik. Tudom. Menjünk akkor home plate-re. A fák most már fájnak. Én kereslek, de rohadtul nem látlak, esküszöm. Dobom a fák. Ó, de látlak, jó, már mindegy. A fák már fájnak? Hogyne. Tolnyot romba dönteni. Elfelejtetted? Uh-huh. És belementél? Nem. Lenyomtam a rádiótornyot is. Jó az elrakítás gyerekek ezzel a cuccal. Ezzel a Hornettel is most nagyon jó volt. Tök faszán kilőttem bele mindent. Én még mindig van 6, pedig már nem tudom hány kört csaptam le. Nyilgázom, mész Risi? Igen. Ja, hát akkor jó. Visszavettem. Nem az volna, hogy így ha nyomba tartom, akkor kéne, hogy lője single-be egymás után, vagy perbe, a rakétákat? Rakétákat? Várja, mindjárt próbálom, mindjárt várja. Szerintem nem. Nem, nekem csak egyet lő el. És perben sem. Egy nyomás, nekem egyet lő el csak. 400 csomóval megyek, Gabi. Az jó, Mari, 700. Lehet, hogy megelőztelek. Nem hiszem. Most. Itt vagyok. Hol? Hol látlak? Nem látlak, bazd meg. De látlak. Jó rejtőszíne a gépnek. Eltűntél. Pedig itt Maverick ezek neked. Bocs, Fox System. Durva az a rakéta, mint Zoli? Hát jó moka. Most érek a vízhez. Oké. Okay. Mondom, ez a durva, ha a vape, nagyjából a waypoint felé nézek, akkor odaugrik a TGP is, és a Hadon a kis kocka is. Csak hogy, ha félig meddig, tehát ha nem pont a waypoint felé nézek, akkor így a TGP oda néz, amerre néz, az mindegy, borsight. Bejövök a jobbodra, szoros kötelékből, jó? A waypoint, bazd meg, ha a Hadon nem oda mutat. Hát ez nagyon érdekes. És mondom, megy vele a waypoint. Tehát így, ahogy fordulok, megy a waypoint. Maradj le, Ricsi. Így be vagy frissítve minden. Menjünk lejjebb, nem? Persze. Mondjuk nyilván. Nekem most is oda mutatott a TGP borszájt. Az épületekben nem menj bele azért. Azt mondtátok főnyíró lők, úgyhogy nekem lehet. Kicsit nem érintődés van. A Ricsi akart majdnem belemenni a házba, azért mentem. Nem. Én pont az épület fölött mentem el ízével, egy gáránnal. Azt hittem... a turbulencia, barátom. Itt vagyok a balod, Ricsi. Oké. Okay. Felgyújtjuk az erdőt, mi? Na most eldobta. Na, sikerül? Hát de csak tudod, ilyen azért... valahogy, ahogy éppen, de...
Van bugva, mert nem is látom, amit eldobsz. Tehát hiába nyomom az F6-ot, semmit nem látom. És most én sem láttam, hogy hova esett konkrétan. Valami bugva, azt tuti. Valami baj van. Nem mindegy. Hát, az, hogy early access még nagyon. Valami nem kell rajta kiakadni. Múltkor... Hát férek a híd alatt. Én múltkor jöttem rá, hogy a waypontok elmásznak, tudod? Hát azt hittem, hogy hülyét kapok, basszus, hogy nem róla. Azt hittem, hogy... 3-as VP. Aha. Az a land. Hú, az meg villanyoszlop. Lépjék ki, akkor Ertugrandból. Semmi baj. Sok gyerek fog születni, nem lesz három. Ja. Na, én felnézek. Hova? Hát itt a reptér mindjárt. Aha, jó, a 3-as waypoint is elmászott, szerintem a Krasnodar Center kéne, hogy legyen, nem? Így van Krasnodar, de hogy gyere velem akkor, itt vagyok mögötted egyébként. Hát nagyjából megvan. Amúgy meg egyébként akkor. Meg azt mondja, hogy azt mondom neki, hogy avacs, back to the home plate. Ezt a manővert figyeld. Slalom. Azt hiszem. De milyen driftelve láttad? Akkor vagy menő hatolat, vagy csinálod. Azt hiszem. Nálunk minden évben az egyik kizé, hogy tolatva kell szalomhozni. Semmi értelme, de tolatva kell szalomhozni. Hát én nem azt nézi homeplate-nek, nem mindegy. Azt megint érdekesebb belegondolsz, mert onnan indultunk. Lemegyünk együtt, Ricsi? Azt mondta a nulladik waypointunk. Nem is megeszi a nulladik waypoint. Minden ára meg akarsz halni? Nem. Ott a nagy tó, Zoli, az egy jó irányzató, ott van tőled balra. Menjünk arra. Jó, nekem ellen jó tudat. Na, jó. Bazd a pukám. Most fordulok be, Gabi. Én is. Enyém a bal. Jó? Ez jó, mert te jobbról fordulsz, én meg balról. Akkor enyém a jobb. Kötek egy. Hát én csak logikus akarok lenni, de... De a mai világban. Ugye? Nem faszom, ez ilyen F16-os stílusú leszállás lesz most megint. Utálok fékszárnyán, úgy esik le mindig ez a rohadt gép. Zoli, bazd meg. Nehéz volt a kötelődik berendező, úgy fölmentél, hallod? Vagy én mentem le? Csak eldobtam a stationöket és a picsába, minek hozzam azt haza. Tele van, de úgy fölmentél közben, van meg a lapot. Az adófizetőknek a drága dollárait kibasztod a szemétbe. Jajjaj. Simán. Én is egyébként, de semmi baj. Várjál, még a Centerline tankot, azt még nem dobtam el, azt hiszem, várjál. A Zoli triggered. Ennyi, nem érdekes. Igazság szerint, hogyha nagyon-nagyon akarnám, akkor azért is simán. A TGP-t. Mondjuk azért elővesznek. Azt nem lehet szerintem eldobni. Ezért? Az mit? A pylont? Aha. De hogy nem? Az F16-oson el lehet. A pylonokat is el tud dobni elvileg, ja. A 18-oson nem? A 18-on nem, mert a jöre hülyebők nem az itt sem, mert hogy itt nem azért van a TGP, nem pylonon van. Haha, igazad van. Mondom. Hanem törzsön van. Igen. Samu Mácsi megbossz, feldobod a TGP-t. Szem bácsi fel 4-jel bazdom. Mehet a Trumphoz az ötre. Még szerencsé, hogy ez ilyen nagyot fordul. Uh-huh. Hát nem egy 16-os. Ideális lenne bevásárlókosánk, amúgy a 16-os is nagyot fordul. Tudom, de hát nyilván cinkelni kell. Annyira nem. De elég nagy, taxivéje meg lehet vele fordulni, ne viccelj. A 16-ossal? Igen. Ezt mondom, hogy nem nagyot fordul. Hogy a taxivéjén nem nagy, hogyha megfordul. Az... Egy picit, igen, kicsi a fordulóköre. Igen, erre gondolok én is. Tehát, hogy... Yeah, okay. Értem, amit mondasz most már. Csak de másik én szemszögből ezt... beszéltünk, igen. Igen. Yeah. Repülő dobkája. Crotch rocket.
Mondom ezt úgy, hogy imádom, és alig várom, hogy legyen már annyi időm, hogy egyszer legyen. Én most ezzel a hol... Még ne üvölj, az meg, mert ez zsalolás. Tehát én a BMS után azt mondom neked, hogy ez így semmi. Uh-huh. Hát nyilván. Nekünk viszont újdonság. Nekünk újdonság persze. Nekem már így tetszik, ahogy van. Nyilván nem rossz, nem azt mondom, csak azt mondom, pont ezért mondtam azt, hogy BMS után ez egy fos, mert nyilván. Egyszerűen semmi nincs benne, semmi a funkció, tehát az abban, hogy keresem, hogy csinálnám azokat a dolgokat, amiket csinálok a BMS-ben annó, hogy csináltam a BMS-ben, tudod, hogy így bepötyögöm ezt, azt, mit tudom, én ilyen-olyan dolgokat csinálok, kiraknám ide-oda a hardra dolgokat, amit tudom én az MFT-kre, amit tudom, csak én, de, és bár csomószor most is jól csináltam, hogy megjelentem valamit, in development, oké, akkor ennyi. Igen. De akkor azt mondod, hogyha kikalapálják és felhozzák ez a szintre a hornetet, akkor így lesz. BMS erre van kihegyezve. Ugye? Igen, konkrétan. Tehát a BMS, nem is akarsz, hogy a BMS, tehát a Falcon az körülbelül a Marine meg az Army verziója a Hornetnek, csak éppen kisebben és inkább ilyen, hát még multibrólabb. IF-17 hát, meg valakinek? Nekem nincs. Multirólap, tehát hogy lett multirólap, amikor már leve hajóról föl se tud szállni? Meg nem tud, nem tud, hogy a hajó lenni. Az azért nem egy ról, hogy hajóról föl tud szállni. A multiról az azt jelenti, hogy air-to-ground, air-to-air és mindenféle szituáció, weather. Ennyi. Hát a seed a HST-vel kurva jó lesz. HTS-sel, bocsánat. Igen. Az mondjuk az igaz. Viszont nem tud majd hajó elleni rakétát, jól tudom, ugye? Dehogy nem, harmat, ezért tud, persze. Nem harmat, hanem ilyet, azt az... Harpoon. Harpoon, persze. Bizony. Négy harpoon tud vinni. Valami úgy emlékeztem, hogy nem lesz. De van. Ezért nem tud Slammert. Slammert, de az nem is kell neki. Hát nem tudom, hogy izé lesz-e. Mi a másik, ami hasonló és csak sikló? Nem a J-Saw, vagy a J-Saw? J-Saw-t is tud vinni. Az oké, okay, csak van abból valami, ami tévés, ugyanúgy, mint a Slammer, nem? Tudom, megom. Na, urak! Ó, Vagánykodik, nézd, ez meg. Hát, legalább ez megy nekik. Ja, ha más nem. Már tudja, figyeled. Gabi, a Taki az nekem is megvan elvileg, hogyha megy a gépen. Most már igen, ha megy a gépeden, akkor igen. Akkor majd én is megnézem, hogy volt ez a lelövés. Jön Zoli! Szevasz! Csak most ne gyere be elém. Nem, maradok jobb oldalt. Gondoltam, kidaxizok eléd. Semmi, se de renegált gépek ezek, az meg még leszállni se tudnak egy irányba. We fly every mission that you do, fly them all better than you. nem tudom magyarulban. Ez egy dal. Ez egy dal, Dos Gringos. Yeah. És I wish I had a gun. Just like the A-10 című dala, és ez kurva jó. Tehát az azért a végén ugye az, hogy van, hogy bazd meg. Nem tudom, wish I have the alpha of the hornet, nem tudom is oda. By Leather's Cornet, azt tudom, hogy de nem tudom, hogy van pontosan a strófa. Nem az, hogy vele, hogy van, hogy... Nem tudom fejben. Probably since the day you wore a diaper, all you fuckers wish you flew the viper. Yeah.
Gabi. Na. Mikor lesz Paulom? Mikor lesz? Paulom. Hú, bazd meg. Ja, ebben az évben már nem Ricsi, ezt megígérhetem. Gabi. Jó, ez legalább biztos. Egy hülye kérdés. Neked felvetted azt, hogy feljel felépülökat, vagy? Azt hiszem fel, igen. Jó, van, oké. Hát a belső nézetből annyira nem látványos. Külsőből se volt ez, mert nem zoomoltam oda. Ja, igen, az a baj, hogy majd meglátjuk, hogy videón hogy adja ki. Elbasztam a taxivét, mi? Na gyerekek, én viszont kiléptem belőle, mert... Én is. Köszönöm szépen. Most jövünk ide, bazd meg, hát azt hittem, hogy legalább csinálunk egy screenshot. Jó van, jó, csináljunk, na, megvárom azt még, de már szétolvaszni az agyamat a riftbe, bazd meg itt. Meg kell neked driftezni. Jaj, benőzik mindig, benőzik, bazd meg. Hát, ugye, az ég és föld az előző rifthez képest, ez a mostani. Az van, mit vettél? Est, riftes. Ja, értem. Eddig én ezt az indexet akarom nagyon megnézni, hogy ez mennyire jó, de hát ez... De hát 1000 eurót én nem adok érte, megmondtam be ez meg. Egyrészt az 1000 euró, másrészt meg az, hogy így sokan mondják azt, hogy annyival nem jobb. Annyival nem? Tehát ár-érték arányban a Rift S a legjobb headset. Ezért a 400 euróért azt mondom, hogy ez tök jó volt. De nekem már volt PlayStation-ed is, nem? Nem. PlayStation nem van, de VR-om nincs hozzá. Nem play, base station, tehát az, hogy azért, hogy az éket nem kell külön megvenned. Az S-hez nem kell semmi, benne van minden az éve. Igen? Aha. És ez 400 annyi, cseh? Aha, jaj. Kamerával trackkel. Oh. Van rajta a 4 kamera, meg a kontrollereket is úgy követi. Nézd oda, ide parkolnak, bazd meg. Elrontják a screenshotomat. Yeah. Na mi van? Úgy érted, feljavítják. Yeah. Ide álltatok, leesett az FPS, bazd meg. Hashtag mindenről a 16 tehet. Hey, esküszöm, 20 FPS-en van, sose volt még ilyen, de ez miért? A lámpa miatt kapcsoljátok a lámpa. Halál komoly. Lekapcsoltam a taxilámpát. Hopp, hopp, nekem fel már 40-re. Nem, nekem ugyanúgy 20, nem tudom miért. Hát most nekem is, ha lent van, 38-40. Mindegy, nem zavar, úgyhogy igazából mindegy. Az F16 miatt van. A monitor se bírja. Ja. Na jó, kösz szépen, skacok, tényleg jó volt. Köszöntöm. Szevasztok. Én is köszönöm. Na, jó hét, jó hét, jó gyerek. Jó hét, szevasztok.